Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mai beszélgető vendégem Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Üdvözöllek, szervusz! Szervusz, jó napot kívánok! Hát kezdjük az elején, ahogy általában szoktuk ezekben a beszélgetésekben, hogy hogyan jött nálad egyáltalán a trombita, és az, hogy miért kerültél te Pécsre, a pécsi gimibe tanulni Zala megyéből. A trombita tulajdonképpen véletlen. Az volt teljesen egyértelmű, nagyon pici korom óta, hogy zenével szeretnék foglalkozni, hangszeren szeretnék tanulni. Ez igazán az óvodás korra datálható. Falusi srác lévén meg kellett várni azt az életkort, amikor valóban elég nagy vagyok már ahhoz, hogy egyedül önállóan tudok bejárni Nagykanizsára és zenéiskolás lehetek. Én nagyon-nagyon szakszofonozni szerettem volna. Ugyanakkor ez a hangszer nem volt a zeneiskolának a portfóliójában, nem is tanították, és hangszer sem állt rendelkezésre, ám de volt egy nagyon karizmatikus, fiatal, kétméteres részfúvós tanár, aki egy fantasztikus személyiség, egy nagyszerű zenész, és hát természetesen azonnal kézzel ragadott, és megmutatta, hogy milyen szép is a hangszer. Mármint a trombita. Így kezdődött a trombitával való foglalatosságom. Még az első év végén is azt gondoltam, bár nagyszerűen ment, hogy azért én váltani fogok egy idő után, és szaxofonnal fogok foglalkozni, de nagyon hamar, nagyon szép eredményekkel értem el. És hát tulajdonképpen, amikor ezt így végig gondoltam, akkor látszott, hogy hát miért váltanék, hiszen nagyon-nagyon kötődöm én a hangszerhez. És onnan már tulajdonképpen teljesen egyértelmű volt, hogy zenei pályára vezet az én utam. És hát Pécsre. A család az zenei család? Nem, egyáltalán nem. A családban a felmenők közül senki nem foglalkozott muzsikával. Némileg talán meglepő is volt. Bár ez egyáltalán nem kapott hangsúlyt a családban, szülőként nagyon-nagyon sokszor eszembe jut a saját gyerekkorom, és eszembe jutnak a saját szüleim, hogy hogyan is terelgettek engem, illetve adtak teret az én pályaválasztásomnak, és igyekszem ennek megfelelni, mert hogy ugyan valóban semmi közük kapcsolatuk nem volt a zenéhez, és mégis teljesen egyértelmű volt számukra, hogy támogatnak ebben, és támogatják azt is, hogy 14 évesen elkerüljek otthonról, és egy másik városba 150 kilométerrel arrébb kollégistaként éljem az életemet. És ez igaz, a mai napig a pályám minden egyes elemében őrejük számíthattam. Ez nem is olyan nagyon könnyű egyébként egy 14 éves gyereket elengedni. Most már, hogy lassan ennyi idősek a gyerekeim, ezt úgy magam is átgondolom, átérzem. Tehát és akkor Pécs hogyan jött? Én egy zalai srác vagyok, és onnan, hogyha a művészeti pályára készültek a fiatalok, akkor vagy Pécs, vagy Szombathely irányába indulhattak el. Én is voltam előfelvételén mind a két művészeti műhelyben, Pécset is és Szombathelyen is, de ahogy oda utaztunk a szüleim, és ahogy a várost egy picit megnéztük, és magát az iskolát, számára azonban a pillanatban eldőlt, hogy én vagy Pécsre jövök, vagy Pécsre. Szóval a Szombathely az így nem is mentem el felvételizni, valahogy nem fogott meg annak a városnak a légköre, aurája, ellentétben Pécsre, amivel tényleg szerelem első látásra. És azonnal úgy éreztem, hogy én ebben a városban otthonra fogok találni. A művészeti gimnázium nagyon labirintusos volt, akkor még nem csak az az épület létezett, ami az új épülete a gimnáziumnak, hanem a Szent István téri Lővei gimnázium melletti kis épületben folyt a közismeroktatás. Az a nagyon labirintus volt, nagyon kuckós, nagyon jó hangulatú. A Radnics utcai épület pedig a zeneszentélye volt, egy modern épületről beszélünk, amit akkor adtak át. Nagyszerű volt a trombita tanár, szóval az egésznek egy olyan szellemisége volt, ami azonnal beszippantott. És hát aztán így alakult, hogy pécsi gimnazista évek következtek. Kollégistaként én azt is élveztem tulajdonképpen. Nagyszerű srácok voltak, viszonylag ritkán utaztunk haza, hogy a hétvégéket sok mindennel tudtuk tölteni, de jellemzően nagyon-nagyon szorgalmasak voltunk, és nagyon sokat gyakoroltunk. Egy szép pályát befutó
zeneművészeti osztály volt, amelyben én jártam. Nagyon sok olyan osztálytársam volt, aki zenész családból származik, akik az akkori Pécsi Szimfonikus Zenekarban muzsikáltak, mármint a szülők, és hát ez valóban egy nagyon, nagyon, nagyon tempós mindennapokat eredményezett. Nagyon ambicionáltuk a szakmai pályánkat, és ma visszatekintve az egykori osztályomra, 12-en végeztünk abban az osztályban a Zeneakadémián, és hát mára a világ legkülönbözőbb pontjain dolgoznak szimfonikus zenekarban, tanítanak Zeneakadémián, többen külföldön. Szóval azt gondolom, hogy sőt, tudom, hogy az iskola történetének a legsikeresebb osztálya volt ez az évfolyam, amely 1990-ben érettségizett. És aztán ugye merre vetett téged a sors? Tehát azt jól tudom, Bécsben végeztél, te nem Magyar Zeneakadémián. Így van, mert pont az érettségi éve ezt meg is határozta. Szóval azok a gimnáziumi évek, azok a rengeteg zenei tanulmány mellett sok egyéb impulzussal is telítettek voltak. Én mindig is egy közéleti érdeklődéssel megáldott ember voltam, borzasztó izgalmas volt az egész rendszerváltás folyamata, és én 16 éves koromtól, 80-87-től én nagyon-nagyon intenzíven figyeltem ezeket a folyamatokat. Család mentén hozzájutottam a szamizdat irodalomhoz, olvasgattam a gulágról szóló megjelenő könyvet, és egyáltalán a magyar szamizdat kérdvényt. Úgyhogy nagyon-nagyon átéreztem a rendszerváltásnak a lendületét, az első választást, amelyen választópolgár voltam már, és a mindenek előtt a határnyitást. És óriási volt bennünk az a vágy, hogy megismerjük Európát, és átlépjük a határt. És tulajdonképpen nagyon sokan az osztályból, hatan, hogyha jól emlékszem, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk külföldi egyetemre. És többen nem is felvételiztünk Magyarországon, hanem meghoztuk ezt a döntést, és kényszerhelyzetbe hoztuk magunkat, hogy akkor külföldre megyünk. Többen kerültünk Bécsbe, amit azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntés volt, nagyon fontos döntés volt, és a mai munkám mentén is rengeteget kapok ettől a döntéstől, illetve az ott töltött évektől egy nagyon-nagyon fontos referencia pont azok az értékek, az a működés, amit én Bécsben tapasztaltam. 90-ben Bécsbe kerülve jó volt közép-európainak lenni, nagyon jó volt magyarnak lenni, a határnyitást követően úgy fogadták a közép-európából érkező fiatalokat, de feltételezem mindenkit, hogy segítettek mindenben, éreztették, érzékeltük, hogy mindannyian európaiak vagyunk, érzékeltük a banalitását tulajdonképpen ennek a 40 év bezártságnak, és emlékszem rá, hogy fél évvel később már tulajdonképpen talán 10 millió magyar állampolgár számára volt érthetetlen, hogy hogyan is tölthettünk mi a szocialista blokkban évtizedeket. Nagyon gyorsan távolodott minden, ami a szocialista Magyarországhoz kötődött. Különösen onnan Bécsből nézve látszott, hogy hát erre van előre, Európában van, Európa irányában van előre. A Zeneakadémia maga egy nagyon-nagyon fontos műhely. Nem tudom, soha nem néztem utána, de nem nagyon túlzok, ha azt gondolom, hogy a világ minden országából tanulott fiatal. Bécs a zene fővárosa, egy olyan város, aminek a főterét és a legfontosabb utcáját muzsikusokról nevezik el. Azt gondolom, hogy ez jól jelzi annak a társadalomnak, annak a népnek, annak a városnak az elkötelezettségét a magas művészet irányába, a komoly zene irányába. A hangverseny termeiben zajlik a művészeti életnek a csúcsa, és a Zeneakadémián pedig azok a művészek tanítanak, akik estéről estére ott vannak az Operaház színpadán, vagy a Wiener Philharmonikerben. Szóval nagyon-nagyon izgalmas volt, nagyon sokszínű volt, nagyon sok impulzus ért bennünket. A japán szobatársamtól a kanadai srácig, akivel az első diskurzusok egyikén, most hirtelen ez jut eszembe, arról volt szó, hogy vajon puskázott-e bárki valaha, és érdekes volt látni egy másik kultúrát, aki arról beszél, hogy náluk soha senki nem puskázik. Egyrészt az azonnali kizárást jelenti az egyetemről, és nincsen lehetősége az állam másik egyetemére sem beiratkozni, de egyáltalán a tudás az övé. Szóval egész egyszerűen más
kontextusba kerültek a gondolataink. A kommunikációban nem voltak nehézségeid, mikor kikerültél? De igen, most szép lenne azt mondani, hogy nem, de sajnos nem volt erősségem a nyelv. De azért ez egy zenei egyetemen el lehet mégiscsak indulni, hiszen nagyon-nagyon sok óra, zenei óra, ahol hangszeren játszunk, kamarázunk, zenekari gyakorlat van, szolfés összhangzattan ezekkel el lehet boldogulni. Ez Németországban is áll, vagy hát Bécsben is. Így van, így van, így van. És az ottani egyetem már akkor is kreditrendszerben működött. Tehát tulajdonképpen tudtuk azért úgy fölvenni az órákat, hogy az első fél évben viszonylag kevés elméleti órát iratkoztunk be, ami nagyon komoly nyelvtudást igényelne. Én 6 év alatt végeztem el az egyetemet, az első évet akár tekinthetjük úgy is, mint ami egy intenzív nyelvkurzus volt, hogy egy kicsit utan érjem magam. Nem feltétlen voltunk így mindannyian, hiszen volt egy osztálytársam, aki felsőfokú nyelvvizsgával vágott neki a külföldi tanulmányainak, ez inkább egyénileg alakult így. Igen, és visszakerültél Pécsre, mi hozott vissza? Egyértelműen a szívem. A Zeneakadémia vége fele közeledve mindegyikünk számot vetett azzal, hogy a szakmai pálya, az életpályája milyen irányba viheti, mik a lehetőségei, és önmaga miben érezni igazán jól magát. Az érzések ebben nagyon-nagyon fontosak, hiszen valóban a kultúránk, a művészetünk tárgya, ez egy nonverbális kultúra, és a bolygó bármely pontján szakmailag otthonra is találhatunk. Ugyanakkor én 25 évesen, 24 évesen azt is nagyon-nagyon fontosnak találtam, hogy éreztem, hogy nem csak muzsikusként szeretnék otthonra találni, hanem emberként is. És visszaidéződtek bennem azok az élmények, amelyek a határ állomáson érnek, amikor Magyarországra ér a vonat, és mindig úgy éreztem 2 hónap külföldön töltött időn után, hogy egy kicsit kiengedek, hogy úgy belül valami úgy ellazul. És én akkor azt gondoltam erről, hogy ezek nagyon-nagyon fontos érzések, és ezeket komolyan kell venni. Tulajdonképpen az 5. évben meg is hoztam azt a döntést, hogy én visszajövök Magyarországra. Nagyon kevesen voltunk így, azokat az évek alatt közel 100 magyar fiatal tanult a Bécsi Zeneakadémián, és Forgács Péter barátommal ketten vagyunk, akik hazajöttek, a többiek 98-an azóta is külföldön élnek. Én azóta se bántam ezt meg, sőt nagyon-nagyon jó döntésnek tartom, mint ahogy azt is, hogy ott tanultam. És hogy miért Bécs, az pedig a gimnázista éveknek köszönhető. Föl sem merült bennem akkor, hogy akár Budapesten kellene lehetőségét találni önmagamnak. Nagyon vonzott ez a város, nagyon szerettem volna visszajönni, és lehetőség is várt. Egyrészt a zenekarban is, másrészt a művészeti gimnáziumban is számítottak rám, illetve az egyetemen is. És ezek olyan szépen vágtak egybe, és láttam magam előtt a perspektívikus lehetőséget, hogy értelmes klassz munkával lehet foglalkozni. Milyen volt akkor ez a zenekar, amikor te ide kerültél, és mi volt az a intuíció, ami szerint ti 2003-ban megpályáztátok, vagy megpályáztad az igazgatói posztot, és egy új zenekart szerettél volna építeni? Ez igazán fontos kérdés, nagyon-nagyon sokat és mélyen tudnék erről beszélni, de nyilván ennek a teljes részletezettséget csak önmagam számára fontos. Egyrészt találtam egy nagyon jó társaságot a Pécsi Szimfonikus Zenekarban, már azt mondhatom, hogy egy családias, baráti közösséget. Jó volt kollégának lenni ebben a zenekarban, azonnal befogadtak bennünket, többen érkeztünk akkor fiatalok, és a harmadik hét végén úgy érezhettük magunkat, mintha mindig is itt dolgoztunk volna. Ugyanakkor szakmailag a legelső munkanapomon, a legelső próbámon találkoznom kellett azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon heterogén társaság. Nagyon sok kiváló muzsikus ült a zenekarban, és nagyon sok olyan kolléga is, akinek vagy primér módon a hangszeres felkészültsége, vagy a szakmai etikája nem volt azon a színvonalon, hogy egy főállású, hivatásos profi muzsikusként dolgozzon, és pláne egy profi muzsikusnak az építő eleme lehessen. Nagyon ambivalens volt. Tehát az egyik munkanapon azt éreztem, hogy ez egy tévedés volt hazajönni Bécsből, és nem Nyugat-Európa valamelyik zenekarában feladatot vállalni.
a másik pillanatban meg szakmai közösséget találtam a zenekar vezető muzsikusaival, és azt éreztem, hogy a fenét hát egy ilyen tisztulási folyamaton kell átesni, és ebben a zenekarban potenciál van, és egy nagyon-nagyon zeneértő közönség vette körül akkor is az együttest, egy zeneszerető város, amiben sok inkább abba az irányba tolt, hogy hát dolgozni kell, és egy magasabb szintet kell elérni az együttesnek. Ezek ilyen tényleg mindennapos dilemmák voltak. Többen voltunk ezzel így, és azt éreztük, hogyha nem tud a zenekar abba az irányba menni, ami a szakmaiság, a kompromisszumok nélküli művészeti pálya, akkor talán itt ránk nem olyan nagyon-nagyon van szükség. És hát, hogy ne nyújtsam túl hosszúra, az élet abban az irányba tolt bennünket, hogy úgy éreztük, hogy mi vagyunk abban az életkorban, volt egy ilyen felhajtó erő az egészben, hogy egész egyszerűen ezt így legyünk aktívak és próbáljuk megcsinálni. Különböző kollégáimmal különböző módon találtuk meg ebben a helyünket. Én például úgy, hogy azt éreztem, hogy igen, a bécsi tapasztalatokat beemelve, azokat integrálva össze szerepet vállalhatnék abban, hogy hogyan is néz ki egy professzionális szimfonikus zenekar, hiszen itt nem csak a partitúráról beszélünk és az egyes hangszeresnek a tevékenységéről beszélünk, hanem egy szimfonikus zenekar az egy komoly cég, ami egy üzleti vállalkozás is egyszerre, egy művészeti műhely, tehát egy nagyon-nagyon sok oldallal bíró közösség, amelynek minden egyes szeletét gondozni kell, és Nyugat-Európa szimfonikus zenekarai egy természetes fejlődés mentén a második világháború után ezt a pályaivat bejárták, és ma azok intézmények, a szó legnemesebb értelmében, minden egyes paraméterrel. És azt gondoltam, hogy ebben a kinti tapasztalataim, amiket én ott láttam, részben tanultam, azok segíthetnének. De hogy ne ilyen autodidakta Hályok Kovács módjára gondolkodjam erről a témáról, úgy éreztem, hogy ismereteket kell szerezni. És így kerültem a közgázra, hiszen azt gondoltam, hogy nagyon fontos lesz, ha egyszer nekem zenekar irányításhoz közöm lesz, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy a művészi énem, a muzsikus énem mellett legyen egy másik agyfélteke, ami a rációt képviseli ebben a történetben. Nem volt nehéz megküzdeni a közgazdaságtudomány rejtelmével? De rendkívül nehéz volt. Rendkívül nehéz volt. 90-ben én nem kellett matematikából érettségiznünk. Én jól emlékszem az első fél évben, amikor ez ott kiderült a közgázon, némi tűnődés folyt azon, hogy egyáltalán érvényes-e a jelenlétem, vagy a felvételnek követelménye kellett volna, hogy legyen, hogy bemutassam a matematika érettségit. De, és ezután is nagyon köszönöm a közgázkarnak és a professzorainak, hogy nagy szeretettel fogadtak, pillanatok alatt kiderült, hogy van itt egy ilyen csodabogár, egy ilyen művészféle ember, aki itt a reál tudományok világában szeretne érvényesülni, és hát nagyon sok bátorítás, segítséget kaptam, én pedig rengeteget tanultam, próbáltam uton érni magam, hogy valóban értsem is, amiről ott szó van. Szóval az első fél év az nagyon durva volt. De aztán egyre nagyobb örömöm lehet benne, mert azért ez egy másoddiplomás képzés, és ennek a képzésnek az összes erénye is megmutatkozott a közgázon. Arra gondolok, hogy csupa olyan évfolyamtársam volt, aki a szakmai pályáján látta ennek a képzésnek a fontosságát és a helyét. Tehát nem egy ilyen bejárunk az egyetemre feeling volt az évfolyamban, hanem nagyon-nagyon sok orvossal jártam együtt, akik a kórház igazgatás irányába kívántak elmozdulni, és hozzám hasonlóan úgy érezték, hogy ehhez ismeretekre van szükség. Tehát egy ilyen típusú közösség volt, és megint csak azt éreztem, hogy kinyílik a világ, hiszen a muzsikusok kisgyerekkortól tulajdonképpen egy ilyen zárt világot alkotnak. Egymás közül vannak a barátaink, barátnőink, feleségünk, szóval nagyon zártan éljük az életünket a saját logikánk és világnézetünkben, kicsit belterjesen eligazodva, és hát nagyon izgalmas dolog volt az egészen más területről érkező fiatalokkal együtt lenni, ezt én addig nem tapasztaltam meg 25 éves koromig. Szóval, sőt, akkor már idősebb voltam,
Nagyon izgalmas volt, nagyon hajtós volt, hiszen mellette főállásban zenekari muzsikus voltam, félállásban a művészetiben tanítottam, félállásban az egyetemen, szóval tulajdonképpen 0-24 órás időszak volt ez, de nagyon-nagyon hasznos. És amire a végére értem ezeknek a tanulmányoknak, addigra igazán megfogalmazódott az együttes közösségében, de úgy érzem, sőt, hát az idő ezt is igazolta, hogy Pécs városában is megfogalmazott az igény, és a pillanat elérkezett arra, hogy próbáljon váltani egyet a zenei élet, és induljon el abba az irányba, amelyet az elmúlt 10 évben láthattunk. És ez nem csak a zenében volt így, hiszen, hogyha visszaidézzük pécsiként ezeket a folyamatokat, 2003 az nagyjából az az időszak, amikor Pécs elkezd foglalkozni az Európa Kulturális Fővárosi Projekt gondolatával. 2005-ben már sikeres pályázatot írt. Tehát az egész város ráfókuszált a kultúrára, és ebben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó ritmusérzékkel, ütemérzékkel lépett a szimfonikus zenekar, és hogy ma részben, egészben sikeresnek tekinthető, az köszönhető ennek a jó tempóváltásnak, hogy ott a 2000-es évek elején a közösség saját belső indítatásból elindult egy profi világ felé. Mi húzódik emiatt, emögött a tudatos munka mögött? Ugye láttuk, hogy mi történt az elmúlt 10 évben a Pannon Filharmonikusokkal. Én gondolom ez egy elég tudatos és kemény munka volt. Nagyon. De emögött, vagy emellette, hogyan tudtad egyeztetni a családdal? Mi az, ami téged felfrissített, és itt a toppon tudtál lenni? Hát a kudarcok tömkelegéről tudok beszámolni. A családdal nem biztos, hogy tudtam én ezt egyeztetni. Talán ennek is köszönhető, hogy egy második házasságom, a második boldog házasságomban élek. Beszippantott bennünket ez a jelenség. A zenekarnak az átlag életkor az tulajdonképpen velem egy idős, tehát 40-es éveink elején járunk, és ez a 100 fős közösség tényleg azt érezte, hogy itt a pillanat, a történelmi lehetőség. Hogy meg lehet dolgozni egy hangversenyteremért, amely nem önmagában fontos, nem az épület fontos, hanem az a fontos, hogy a zeneművészetnek minden egyes lába, ami szükségeltetik ahhoz, hogy a zeneművek megszólaljanak, az rendelkezésre álljon. Ez összességében 3 paraméter kell tulajdonképpen. Kell egy kifogástalan muzsikus, kell nagyszerű hangszer, és kell egy akusztikai tér, amiben ez működik. Szóval azt éreztük, hogy itt ebben a pillanat, és soha senki nem sajnált semmilyen időt. Ez nem csak a zenekar vezetőire igaz, hanem a zenekar minden tagjára. Ez az együttes olyanná vált, aki messze többet dolgozik, mint ami a munkaideje, miközben azt azért tegyük ide, hogy ez egy munkahely. Tehát mindenkinek ez a főállása, munkaideje van, mint bárki másnak a civil életben. Csak egy olyan munkahely, ahol vége a munkaidőnek, és hogyha még egy zenei frázis nem tökéletes, akkor a kezdeti évektől különösen az jellemezte, hogy mindenki azt érezte, hogy húzzunk rá még egy fél órát. Na most ezt nem 3 ember gondolta, hanem 80-100, amit azért, ha végig gondolnak a kedves nézők, az egy óriási energia. Hiszen, és én mindig készséggel kínálom ezt a gondolatot, egy szimfonikus zenekar az egy 100 négyzetméteren ülő 80 emberből áll, akinek egy négyzetméternyi helye van, aki mellett, hogy kiül, azt nem ő döntött el, helyet nem lehet cserélni, közösen együtt lehetünk sikeresek, vagy együtt nem leszünk sikeresek, dominó elv alapján mindenkinek a tehetsége, tudása, aktivitása meghatározza a mellette ülőnek, az egész zenekarnak az eredményét. Szóval ez egy nagyon-nagyon sok apró szállal, kommunikációs szállal összekötődő közösséget, szimfonikus zenekar. Itt vagy lehet közös célokat, igazán mélyen gyökerező közös célokat elérni, megfogalmazni, azt abban involválódni, vagy nem lehet jó együttest csinálni. Szóval klassz volt, és ebben mindegyikünk belepakolta magát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Nekem a szenvedélyem nyilvánvalóan ez tart azóta is. Viszonylag egyszerűen átlátható életet élek. Talán férfiakra ez egy kicsit is jellemző, ilyen 0-1-be élem az életemet, tehát az aktív időszak, ami szól
Pécs város zenekaráról, és hát egy kis relax, ami a család és pihenés, olvasás, ilyesmi, de teljesen ki is tölti az életemet. Időközben abban maradtak, mindjárt az első évben felhagytam a tanítással. Tulajdonképpen a hangszeres pályám is nagyon, nagyon megsínlette ezt az időszakot, de ezek tudatosan vállalt döntések, és ma is úgy látom, hogy nem is nagyon lehet ezt másképp tenni. És hát természetesen szó nincs arról, hogy arról számolhatnék be, hogy ez az együttes ott tart, legtöbb elemét tekintve, hogy úgymond készen van. Messze nincs így. Leginkább szakmailag érkezett el az együttes arra a pontra, amikor egy nyugat-európai mércével mérve is egy kimagasló A-kategóriás együttesről beszélünk. Ez az együttes szakmailag alkalmas arra, hogy a Bajnokok Ligájában részt vegyem. Nem azt állítom, hogy nyeri a Bajnokok Ligáját, de hogy a pályán legyen. Számos más eleme felzárkózott hozzá, Kodály központ és infrastruktúra, és számos elemében pedig még nagyon az építkezős fázis van. Egy kicsit érthetőbb legyen, az egész magyar zenei élet egy végig éli ezt az építkezés folyamatot, hiszen a rendszerváltást követően nagyon, nagyon élesen megtapasztaltuk, hogy az, ami a zenei élet Nyugat-Európában, szakmai szóval, ami a zenei iparnak a sajátossága, annak rengeteg eleme el sem indult Magyarországon, vagy a keleti blokkban. És ez az építkezés nem csak a pannonfilharmonikusokra jellemzi, ugyanezt az utat kezdte el előttünk jóval Fischer Iván a fesztiválzenekarral, Kocsis Zoltán a nemzeti filharmonikusokkal. Mára nagyon messze jutottunk ebben. Mára egy olyan közösség a pannonfilharmonikusok, ahol művész pályát lehet megélni a muzsikusoknak, és talán kevésbé vannak azok a kétségei, mint nekünk voltak 96-ban, amikor ide jöttünk jó páron, hogy vajon ez most egy baráti társaság, aki sokszor nagyon szépen játszik, vagy egy profi szimfonikus zenekar. Vége felé járunk az időnknek, de még egy annyit említsünk meg, hogy ugye egy év van vissza a te igazgatói mandátumodból. Mik a tervek? Mi leszel? Megpályázod-e még jövőre is ezt a posztot? Mindennek megvan az ideje. Most elsősorban nyilván a feladataimra koncentrálok. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy a hatályos jogszabályok szerint, törvények szerint a Magyar Művészeti Intézményeknek határozott időre nevezik ki a vezetőit. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Én a harmadik ciklusomat töltöm, és ezek az 5 éves periódusok, ezek hozzásegítettek ahhoz, és rá is kényszerítettek arra, hogy rövid-közép-hosszú távú stratégiákat fogalmazzunk meg az együttes számára, annak a cselekvési tervén végig is menjünk, ívekben lássam a zenekarnak a periódusait, és azt is gondolom, hogy 2016 végére, amikor lejár az én mandátumom, illetve nyarán, az egy kerek egész lesz, mint ahogy 2010 mentén is ugyanezt lehetett érezni, 11 mentén, és a zenekar megint egyet lépett előre. Azt gondolom, hogy olyan ősz környékén lesz az az időszak, amikor nekem érdemben foglalkozni kell azzal, hogy nekem személyesen hogy vezet tovább a pályám. Én abban bízom, hogy Pécs város, akár a fenntartó, tehát Pécs megyei város önkormányzata, és mindenek előtt Pécs város polgárai, a zeneszerető barátok értéknek gondolják azt a munkát, ami ebben a közösségben folyik. Abban bízom, hogy a szeretetük mellett olyan, ami minden koncerten megnyilvánul, egy olyan iránynak látják a nálunk történteket, amit folytatásra méltónak tartanak. Hát én azt gondolom, hogy mindenképp, és köszönjük, hogy fogadtál minket, itt lehettünk, beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget. És köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra.